hogy az előzetes számítások szerint közel 10 milliárdos veszteséget a főváros 1,9 milliárdra tudja csökkenteni. Ennek kompenzálására 2,5 milliárdból közel 2,5 milliárdos többletfejlesztési támogatást kap, és az országban egyedülálló módon a számlázás Budapesten továbbra sem negyedévenként, hanem havonta történhet, és az elszámolás, ami a működőképesség egyik fontos föltétele, de mindazonáltal elfogadtunk egy olyan ellenzéki javaslatot, magam is támogattam, hogy ismét keressem meg a kormányt és egyeztessek, hogy ebből az egész hulladékdíjval kapcsolatos országos rendszerből Budapestet emeljék ki és kezeljék külön tételként. Nem azt mondom, hogy sikerülni is fog elérnünk, de én magam is ragaszkodom ehhez a kísérlethez továbbra is, és azt gondolom, hogy ha van igazság a Földön, akkor ennek meg kéne történnie. Mindazonáltal ez a megállapodás nem olyan rossz, az eredeti helyzethez képest nagyon is sokat elértünk, bár mondjuk a CET szerződés lett volna ilyen körültekintő, mint ez a megállapodás. Hát kérem, úgy gondolom, hogy amit én szerettem volna elmondani ma, annak a lényegét sikerült, igyekeztem nem túl hosszú lenni, ennél rövidebben nem tudtam megoldani, akkor várom az önök kérdéseit. Az a tiszteletes kérésem, bár ehhez is joguk van, hogy amire kitértem és egyértelműen elmondtam a beszámolom során, ha nem feltétlenül szükséges, ne kérdezzék meg újra, mert csak önmagamat tudom ismételni, arra senkinek nincs esélye, hogy mást mondjak, mint amit előzőleg mondtam. Egyrészt még tűrhető a memóriám, másrészt még nem szoktam hazudni, úgyhogy ezeknek a próbáknak nem sok értelme van.